Egy látványos kísérlet szappanhabbal és propánbutángázzal a pécsi Laubert Dezső sportcsarnokban. Bevizeszik a kezüket, a víz az elég jó hőszigetel egy darabig, és amíg a gáz elég, addig nem ég meg a kezünk. És akkor tulajdonképpen fölgyújtjuk a kezüket. Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál tartottak október 18-án a sportlétesítményben. Általános és középiskolásoknak mutatták be a terület szakmacsoportjait, hogy segítsék a pályaválasztásukat. Apukám is az építőiparban dolgozik, gondoltam, hogy vele együtt csinálnánk valamit. Mondja a 8-os Balog Áron, aki Lippóról érkezett. Házigazdaként az ismert tévés Szújó Zoltán fogadta a fiatalokat. Nagyon fontos, hogy a gyerekeknek minél vonzóbbá tegyük akár a műszaki pályákat, mert a műszaki pályának igenis megvan a szépsége, lásd Forma 1, de most nem arról fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy megkönnyítsük a pályaválasztást, és élményekkel gazdagon távozzanak a gyerekek itt Pécsen. A rendezvény egyik támogatója a helyi iparkamara volt. Az alapján döntenek, hogy mit találnak érdekesnek, izgalmasnak, szépnek, és tudjuk azt, hogy a fiataloknak viszonylag kevés ismeretük van a pályákról. Honnan szereznének tapasztalatokat arról, hogy mit csinál a forgácsoló, mit csinál a tetőfedő, mit csinál a bádogos, a mérnök, a nem tudom én. Ezért idehívtuk a cégeket, és elmondtuk nekik, hogy ez az a lehetőség, amikor a fiataloknak a figyelmét meg lehet ragadni. A küzdőtéren kialakított standokon mintegy 30 cég szakképzőiskola mutatkozott be. Villamos automatizálással foglalkozunk, itt egy felrakó robotnak lehet látni a vezérlő paneljét, amit gyakorlatilag egész Európában értékesítünk és a helyszínen szerelünk is. Aztán itt van a robotnek a speciális ragasztógépe, aminek az applikációit mi terjesztjük az egész országban, de itt van az ipari elektronikus termékeink is, tehát különböző kapcsolószekvények, különböző érzékelők, tehát igen széles palettát tudunk bemutatni, és remélhetőleg ezzel majd felkeltjük a fiatalok érdeklődését. A Matro Kft-nél rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítunk a szakképzésnek, annak okán, hogy a piacon, a munkaerőpiacon kész szakembereket nem nagyon lehet találni, ezért már gyakorlatilag kb. 6-8 éve nagy létszámban foglalkoztatunk tanulókat, jelenleg a cég állományának 10%-át teszik ki a tanulók, ez középfokú és felsőfokú képzésről szól. Természetes, hogy ilyen rendezvényeken megpróbáljuk csábítóvá tenni ezeket a szakmákat, mert úgy gondoljuk, hogy csak ez az egyetlen útunk van a munkaerő utánpótlás megteremtésére. Összesen 1500 diák érkezett a Műszaki Pályaválasztó Fesztiválra Pécsre. Az országos roadshow Budapestről indult, és 5 vidéki nagyvárosba látogatott el.